Na, srácok, megnéztük, hogy milyen a játék kampánya. Egy röpke két órát belenyomtunk. És a kevésbé izgalmas részét hagyjuk a végére, ami szerintem a multi. Úgyhogy most a zombizás fog következni. Ami hasonló élményeket fog nyújtani egyébként, mint a Black Ops-nak a zombia. Milyen tea? Ilyen... mindenes gyümölcsös. Machine shattered at Stalingrad, but the evil regime Stegazon, desperate to snatch victory from the jaws of defeat. A special battalion of SS troops scoured the globe for a supernatural means. Ez elvileg a Black Ops-os zombi elődje. Vagy Oberführer Wolfram von List. It was he who destroyed múltja. Samovárba főztem a teámat, igen, igen. Ú, de jó néz ki. Mexico! Another Nazi attempt to alter the course of the war somehow weakened the barrier between this world and the next. Unleashing the forces of darkness. Many miles away, five of our artifacts suddenly awakened. Ooh. Ancient spirits, demons if you will, beckon from these otherworldly relics, whispering a promise of power. And, of course, ezek a nácik mindig megpróbálnak valami démoni erővel játszadozni. Ez volt a trailerbe is. Ez a trailert amúgy javaslom megnézésre, srácok, hogyha még nem láttátok volna, rohadt menő. Nagyon horror. To stop his unholy army, they must find allies. Was a thousand year life. Jesus. De hát nem láttam, mit akart ott írni. Igen, menjünk át portálokon, harcoljunk zombikkal, teljesítsünk objektívákat, resource-okat szerezzünk, igen. Sacrificial Hearts. Aha, itt is van Pack a Punch, Crafting Table. Kíváncsi vagyok, hogy ezek majd így mibe tudnak többet, vagy esetleg mibe másabbak a Black Ops-os zombinál. Igen, ki is lehet szökni, mint hogy ki is lehet menekülni. Na nézzük. Der Anfang. Aha, tehát ez a Der Anfang. Itt ez a, amikor másokkal összekerülünk. Én szólóba akarom megnézni így elsőnek. Hát a loadoutunkhoz nem tudunk nyúlni, majd csak level 4 után. Viszont órát már most is tudunk állítani, és ezek az órák már úgy vannak meg nekem, hogy én a sima verzióját vettem meg a játéknak, nem az Ultimate Edition-t.
Várjunk csak. Ezek a fegyverek, ezek a blueprintek bár alapból megvannak. Ez nekem rémlik egyébként a modern Warfare-esből, ez a Red Tet. És olyan Black Ops-os zombi hangja van. Olyasmi. A háttérben. Shredder. Sniper rifle. Jól van, nem tudom amúgy ezekkel mit lehet kezdeni. Gondolom majd level 4 után beválaszthatom ezeket a loadoutomba. Igen, operátorok. Vannak operátorok. Ugyanúgy ezek is majd csatlakoznak a Warzone-hoz, vagy már csatlakoztak. Szerintem még nem, mert hogy annak ilyen eventje van. Mindjárt meg is nézem nektek, hogy pontosan hogy van. Múltkor láttam ezt a... Hogy mikor mi jön. November 30-án lesz vége az a mostani Verdansk-nak, és december 2-án kötőjel 3-án fog jönni a Vanguard a Warzone-ba, ha jól értettem. Akkor fognak ezek az operátorok is csatlakozni. Ugyanúgy kivégző mozdulat, MVP Highlight. Ilyeneket is lehet már beállítani? Nekem egy sincs meg. Hogyan állokoljuk az operátort? Sturmkriegert kell eliminálni a zombis módba. Itt meg 250 kill kell field upgrade-del. Véd. Ó, itt van véd. Itt van Polina is például. Itt van Lukács. És Arthur. Ha, tök jó. Sentinel, Barbár, Árnyékos, meg Hellhound. Kár, hogy most ezeket így nem tudjuk megnézni, de mindegyiknek van biója. Ez elismerése méltó. Lehet szintezni operátorokat, és akkor ilyen rewardok járnak érte. Na ez új dolog, srácok. Nekem nem rémlik, hogy szintezni lehetne operátorokat, hanem inkább csak az, hogy kihívások vannak hozzá. A kihívások azok a Modern Warfare-ből rémlenek, de hogy szintezni is lehet őket? Ez nekem most új. Itt van, hogy melyiknek mi a kedvenc fegyvere. Battle Pass! 4 Vanguard Weapon Blueprint. Aha. Aha. Aha, tehát a mostani Battle Pass, ami elláncsolt, az olyan, hogy Black Ops-os Warzone-os, de van Vanguard-os jutalom is benne. Előző részben is volt mindenkinek. Szóval a Black Ops-ban is volt karakterszintezés, aha. Ja. Most mi? Szintezés nem volt a Modern Warfare-ben és a Black Ops-ban se. Ja, akkor nem tudom, hogy mire érted, hogy az előző részben is volt mindenkinek. Ja, hogy biója volt mindenkinek. Na, ezt én nem vettem észre. Szóval a kodokban most már lehet farmolni Vanguard-os jutalmakat. Ami... egy calling card, XP boost, amik itt nagyon csillognak ezek a Vanguardosok, meg a Warzone-osok is természetesen. Aha. Hát úgyis az érdekesebb... Ó! Oh. Mi ez a Joker-es skin, haló? Nem tudom. Jó, nézzük amúgy kicsit normálisabban át. Coin flippes gesztúra, ez amúgy menő.
Legendary finishing move, kár, hogy ezt nem lehet megnézni. Ilyen baltás kivégzés. Biztos, aha. Nem rossz így elsőre. Ez elég király, ez a Legendary Calling Card, ilyen zombis. Nem rossz sárm. Szép színes. Cthulhu. Itt van, Cthulhu-s calling card is van most már. Jaj. A zongorázó cica. Charm. Mondom, ez ilyen jokeres ez a battle pass. Miért van két arca a csávónak? Azt nézzétek. De mondjuk nem takartam. Ez ilyen Batman-es battle pass most, vagy micsoda? Jó ez a sticker. Ók mászik a koponyán. Try your luck. Hát konkrétan szerintem három játék, tehát mind a három kódban farmolhatod ezt a battle pass-t. Mindegyik kódban, hogyha játszol, akkor pereg a battle pass. Szint lépés számláló óra. Dupla XP token. Ezek a skinek amúgy menők, ezek az ultra skinek. Ez nagyon menő dolog. Legalábbis a kódnak szerintem jól áll. Szivacs, hogy Ultra Operator skin is van már, azt a rohadt. Hát király. Király. Ja, hogy ez van a végén. Ultra Operator skin. Jó. Megnéztük a Battle Pass-t. Itt vannak a challenge-ek. Killer of the Dead. Ez tetszik. Jó, hát itt vannak mindenféle feladatok, mindenféle challenge-ek. Artifacttal kell ölni 25-öt. 100 critical kill. Már 1000 éve van, komolyan. Már 1000 éve van Ultra Operator skin, hát erről lemaradtam, basszus. Level 1-esek vagyunk. Na várjatok. A klán is tud most már szintezni? Wow! Jött tovább, azt nézzétek, jött tovább a klánom. Mármint, hogy pont nem látjátok, de hogy itt van. Jött tovább a klán. És lehet szintezni a klánt. És akkor kapunk ilyen kereteket. Gondolom ez a calling card keret. De király, biztos amúgy lehet, hogy ez is már amúgy Black Ops-ba jött, de nekem ez újdonság. Tök király, hogy a klánt is lehet fejleszteni. Már is több értelme van. Majd csinálunk egy jántöröset. Nyomadhatjuk. Itt meddig lehet menni? 20-ig? Nem, akkor 50-ig? Aha. És akkor így oldódnak fel a perkek, meg mi egymás. Jó.
Customizáció. Clan tag. Aha. Hát itt még nincsen izgő, mozgó calling cardunk. Itt már frame-et is lehet egyébként beállítani. Tetszik. Ja, most is bővítették a Black Ops-os zombit. Most is bővítve lett. A halálhozó. A halálhozó jelentör. Ez a frame, ezt tetszik, hogy van ilyen a játékban. Na jól van, hadd szóljon. Ja, semmi, achievement, semmi, medál. Eregen a solo gameplay. Game mode. Zombies. Kíváncsi vagyok. Megyünk egy kört, így full vakon, és utána pedig a következőt már úgy nyomjuk, hogy nyugodtan segíthettek alatta, meg én is majd nézelődök. Der Anfang. Utána nézek, hogy mit, hogyan lehet. Ring of Fire az amúgy jó volt. Energy Mind, Frost Blast, Ring of Fire-t akarok, az, hogyha belállok a körbe, akkor sebzés, plusz sebzés lesz. Ott már vannak zombik. You are here. This is Professor Kraft. Your artifacts show that you bonded with powerful entities. But so has von List. Clear out his obstacles. Your dark ether partners will help. I will forge you into a true warrior. Már megy. Harvest Blitz. Go through portals. Return with black hearts. Use them to purchase power. Itt ugye lehet random fegyvert kérni. Gázgránát. You challenge me, you lose. Lehetnek ezek a kristályok. Ó. Igen, Dark Aether story. A Dark Aether story lesz itt folytatva. Transmit, Harvest, Blitz. Na nézzük meg először a Blitzet, és itt van rögtön a Pekko Punch zsír, 7500-ba kerül, és itt láthatjátok, hogy miből mennyi van, pont nem takar semmit a kamera, ezt tudták, hogy ilyen Hunter itt ide rakja a kameráját, és direkt úgy csinálták meg, hogy tényleg ne legyen semmi se takarva. Kill the enemy. Invicta will open the way. Úgyhogy, ja, izgat engem is, hogy mivel bővült a Black Ops zombia. Egy... Mennyire jól néz már ki, basszus. Itt lehet venni hésztet. Wow, ez tök király. Here come fresh troops. Ha jól tudom, amúgy a Sledgehammer és a Treyarch együtt csinálták a zombi módot. Nincs pauz, azt nézem. Pedig szólóba vagyok, ilyenkor lehetne pauz. Ah. You have made a blood enemy of Obafjora Wolfram von List. Good luck with that. You have much to learn. Sokkal többet kellett volna ölni, valószínűleg.
Tehát itt a Blitzbe... itt a Blitzbe lett volna egy percem. És ő lettem volna egy csomót. És ezzel jön a... ezzel jön a második kör. Aha, már nem tudjuk őket fánhitálni. Decoy gránát. Nagyon jól néz ki a pálya. Boost regen speed. Ez tök király. Nagyon hangulatosak ezek. Nagyon hangulatosak ezek. Van még egy blitz. Nézzük meg még egyszer a blitz. Vagy nem, majd megnézzük ezután. Ez mit tud? Covenant ability. Aha, ez az, amiért bementünk, ezért a szívér, ha minden igaz. Átváltoztat egy normál enemit. Epic. Ha. Huh. Motherload. Hmm. Nincs pénzünk, hogy bekopáncsoljunk. Hát én kipróbálnám Invictor, de nincs pénzem. De tök jó, hogy itt mondja, hogy mi mire való. Ez tetszik. Itt tudunk. Igen, a szemetet kincsi alakítja. Fegyvert tudunk vásárolni. Ja nem, ammót a fegyverhez. Néztük a Blitzet, nézzük a Harvestet. Cortefex's barrier spell continues to drain your demon's power. Runestones, here we come! Tetszik ez a lobby, hogy van egy ilyen lobbink, ahonnan tudunk menni és csinálni a küldiket. Cortefex's containment spell slowly drains your demonic partner's energy. Find the obelisk, feed it runestones, and we can take that what Cortefex steals. Sin Eater. És jönnek már most a zombik. Headshots definitely work. Aha. Itt rúnákat kell berakni. Fész 2 mutatja, hogy hol lehet ammót tölteni a térkép. Aha. Ez az RMG nem tetszik amúgy. Tárazás közben is lehet rúnát berakni. Gyertek csak. Nagyon jó. Alattunk van.
Becsuktam azért az ajtót. Aha, és megyünk vissza Stalingrádba. Most már tudnám használni a Ring of Power-t egyébként. Keep your ghostly partner strong. We are certainly in this together. Outstanding work. Keep at it until this battleground is open. Now would be a good time to inspect the Ulta's new covenants. Kezd nagyon érződni, hogy gyenge a fegyverem. És itt már egyre több olyan enemy van, aminek van sisakja, és így az első golyó nem fáj nekik. Ukucsanubis, sziasztok, srácok. Van itt egy olyan, ami növeli a HP-m, de van annyi pénzem, hogy lehetne fegyvert fejleszteni, csak ez a fegyver. Insta kill! Monkey bomb! What have we here? Van ilyen burstös fegyver, hát ezt nem biztos, hogy fejleszteni akarom, de jobbnak tűnik, mint az... Á, mondjuk nem tűnik jobbnak. Lassan tára. Ja, tudok váltani, jól van. Nyolcezer pénzem van, mennyibe? Látom, nagyon új itemek nincsenek eddig. Hát, ez a majmos decoy. Ez nem új dolog. Az a gond, hogy a nagy szkóp az zavaró. Mi ez a Ganon bomb? Deserves a closer look. Oké. És ez mit tud? Ja, ez a decoy. They'll find a good use for you. Hát a molót, azt tudjuk, hogy mit csinál. Jó, szerintem átnéztük a helyet. Akarok venni egy random fegyvert. Létszi egy jót. Egy sima MP40. Hát jó. Van annyi pénzem, hogy pekopáncsoljak, és amúgy kell is. Hát az helyzet az LMG-t kell, tehát az MP40 nem jó. 1940-es évek német katonai alakultak át élő holtá. Van ilyen? Jó, és akkor néztük a blitzet, néztük, két blitzünk van. Két Blitz, 2 Harvest, és volt még egy Tempest is, de ahogy látom, az most nincsen. Akkor menjünk még egy Blitzet.
Ugye, hogy volt egy Tempest? És most nincs. Ó, nagyon durva moderálási elvei vannak akkor a csatornának, hogyha nem enged egy filmcímet leírni. Szia, vadapak. Egyed... 999 LMG lőszer. Izu, vadapak. Nem tetszik ez a hely. Boom! Kaboom! No, ez itt biztos pozinak tűnik. Most ez a blitz, ez miben másabb? Ó, 10 másodperc látom. Hú, fázli. Rohadt lassú ez az LMG basszus. Jaj. Itt mi újság? Nagyon vártam el ezt a napot, hogy a vanguardozhassak. Nagyon nem tetszik basszus ez az LMG. Ezer év míg betáraz basszus. Ezért kell rendes loadout. Ez a negyedik kör, úgyhogy most lehet majd kimenekülni, hogyha minden igaz, ugye? See what you've done to that little blockade? Flat! Grey matter! Ott a transit. A transit az akkor, amivel... Hát, ami nem a harmadik mód, hanem azzal lehet akkor hazamenni valószínűleg. De így, hogy negyedik körben vagyunk, több minden nyílt meg. Hát a Warzone-ban max ideiglenes zombi mókát raknak. Ezt ki kell majd próbálnunk, hogy mi ez a... Ez a transmit. Kéne amúgy armor, mert az nincs. Meg van három olyan szívem. A szív az új dolog, és azt ki kéne próbálnunk. Ez új dolog. Tudunk lassítani normál enemit. Vettem egy ilyet. Szia, Lianna! Az MG42-es tározással együtt csövet is cseréltek, 100 lövés után csőcsere. Ó, ezredes! Ó, aha!
Na, ez szerintem kombózva a lassítottakra többet sebzünk, meg aztán oltakra szerintem egy jó döntés. És megvesszük ezt is, mert van pénz. És így lepaktáltunk az ördöggel, azt mondja a játék. 15 ezer a következő fejlesztés. Armort itt tudunk craftolni, ugye? Így van. I am not a fighting man, but I would want that. Jó, tehát azt mondtam, hogy megnézzük ezt a transmitet, bár előtte még itt kiértjük az enemiket, mert van egy csomó. Meg itt van ilyen kristály is. Ó, a blitzzel feloldottuk ezt a helyet. Nem pazarlunk. Nem pazarlunk. Zombizol? Nyomod a Black Ops zombit, vadapak. Vagy azért zombizol, mert hogy nemrég keltél. Itt is van egy ládikó. Nagyon közel van a... Tehát nagyon durván sokat takar a fegyver a játékból. Aha. Kukucs, kukucs, Lianna. Movement speed boostolás. Termite. Well, well, well. Ó, aha. Na. Na nézzük, srácok. Mit tud ez a transmit? Velika and I have a plan to summon help. Cortifex has many enemies. Belekár. Belekár. That floating orb will find a weak spot between dimensions. Stay close. We will protect each other. Őt kell eszkortolni. Tehát ez a transmit. Revenant revenge is the sweetest revenge. Now is not the time for mercy. Jól haladunk. Srácok, ez a pálya, ez a pálya benne van a... Meghaltam. Nem, sikerült a... Mert bement. Szóval ez a pálya benne van a... Ez Black Ops-os pálya? Fú, honnan ismerős ez a pálya, srácok? Ez egy kis pálya, és benne van a Black Ops-ba, igaz? Nem ugrik be nektek, mi? Ja nem, hát azért ismertem ezt a pályát, mert a bétába játszottunk, tényleg, igen. Tehát ez egy multis pálya, ami zombiba is itt van. Igen, ez Vanguardos. Bétás pálya. Több pontjára lassított zombi öléssel.
What? Hatos? Hatos szintű lettem? Hogy lehet szerintetek kimenni? Black Ops-ra is amúgy az átbélyekes mappok egy része benne van a multiba? Hát valószínűleg ez nekem azért nem is berős, mert ezeket nem nyomtam. Na, ezen van egy scope, de ennek is borzalmas az ADS-e. Első körben nem lehet spoilerezni, megszíteni, így van. Oké. Jól emlékeztem, srácok, hogy ez a fegyver Black Ops-ba is halálos. Legalábbis az ilyen DMR-szerű fegyverek Black Ops-ba is iszonyatosan halálosak voltak. Mondjuk ez azért halálos, mert kék, de hogy így ezt látom valahol amúgy, hogy kék fegyverem van? Nem. Mi zúg, hol zúg? Nem baj, az LMG jobb. Üdv mindenkinek, skacok. Okay, people, try to keep up. Okay, ez jó lesz. Na várjál. Hogy ez azt jelenti, hogy ezek már egyszer pekupáncsolt fegyverek, amik itt vannak nálam. Ja, hát akkor ezek azért ilyen durvák. Ez a self-revive-ot miért nem tudom felvenni? Mit kell nyomni? QE? Szia, Jászmény Sárkány. Zombi darálások mennek, bizony, jól látod. Gondolom, mert egy van. Vagy mert egyedül vagyok? Oké, Harvest, ott még van valaki, valami. Hello? Sziasztok! Oké, haltak. És itt lehet tovább menni. This caught my eye. HP mellett szokta jelezni, ha van, de még mindig Cold War-ból indulok ki, talán a HP alatt az ikon az, de nem vagyok benne biztos. Aha, lehet, hogy az egyébként. Boost Reload Speed, hát ez szerintem kellene nekünk. És amúgy se tudunk következő pekopáncsos izét venni. De jól néz ki. És ott jelzi középen alul, hogy milyen boostjaim vannak jelenleg, illetve ott vannak az altáros power-ök. Menő. Itt valami zenél. Gondolom azok a kristályok. Jó. Menjünk tovább. Van harvestünk és exfilünk. Aha, itt az ötös. Ötösnél lehet nyomni az... Na nézzük az exfilt, srácok. Basszus. Nem elég erős a fegyó. Do not. Face only a bullet.
Rank át, most meg 3, azt mondja. És mivel itt vagyunk, lehet bekopáncsolni. Rám jött egy robbantó. Szóval az ötödik, itt is úgy van, hogy ötödik körnél lehet kimenekülni. Hát egy szintet se léptünk. Hát igen, ez az ötödik kör. Viszont rangba azért haladtunk. Bizony, majdnem ötösök lettünk, ahogy látom. Ó, és ez a Bren volt, amivel játszottam? Jézusom! Így szinteződik a fegyver, aha. Á, szóval, hogy a Bren nem lett level 6-os. Igen. Wow. Király! 4-es szintűek vagyunk, ez nagyon jó, mert feloldódtak a loadoutok. Úgyhogy már érdemes volt ezzel foglalkozni. Na, viszont most eljött a pillanat, hogy tudtok segíteni. Ha szeretnétek spoilerezni, szabad. Át is írtam a tegeket. Igen, tudunk saját klassz csinálni. Nagyon szuper, el is tudjuk őket nevezni. Különböző kombinációkat lehet összerakni. Ó, igen. Dark Destroyer. Corpse Conqueror. Conqueror. Nether Warrior. Alapból elnevezte amúgy őket. Na hát, mit tudom én. Én tönkreteszem ezt. Na és akkor most már láthatjuk, hogy milyen artifaktok vannak. Explosive Damage. Eltűnünk 5 szekre, Ring of Fire, Boostal Damage, hogyha ott vagyunk a körbe. Igen, igen, nagyon jó az ikonjuk. Nagyon tetszik, hogy ilyen démoni a téma, ilyen, igen. Hát ilyen démoni a téma, ez tetszik, hogy ilyen kupákból isszuk a boostot, nagyon hangulatos. Nagyon hangulatos. Frostblast. Vajon van-e több artifakt? Mert hogyha minden igaz, akkor ha jól emlékszem, a Black Ops-ba volt ennél több is. Maradunk a Ring of Fire-nél. Maradunk ennél. Van több a játékban? Van több ilyen artifakt a játékban? De azt mondod, Mapko, hogy csak erről 4-ről tudsz, aha. Itt vannak a fegyverek, amiket lehet választani. Bár, lehet nyomni bárral, basszus, de szerettem azt a kód egybe. A Ring of Fire az erősít. Ja, vágom. Én nekem nagyon tetszik az, hogy leteszem a kört, és akkor onnan dara.
összehúzom egy izébe a zombikat, és elnyomom, aztán darálunk, bár most nem használtam. De majd, ha benne lesz az ujjaimba a zombizás, akkor nyilván nagyon jó lesz. De Black Ops-ban több is van, úgy értettem, hogy ezt a négyet ismerem. Ja, aha. Nincs több most a játékban. Itt ezek már az SMG-k. Kéne valami jó fegyót választani. Itt van, itt lesz egyébként a Brennünk is, ami ugye nincs feloldva, és pont akarja a kamera. 53-as szinten tudom majd ezt választani, úgyhogy hát ez most felejtős. Itt vannak a snipperek. De hát ezeket már néztük bétánból, hogy mik vannak pontosan. Úgyhogy nem is sok fegyver közül tudunk választani. Egy ár van, ez az STG 444-es. Ezt tudjuk modolni, mármint tudnánk modolni, hogyha játszottam volna vele. Szia, Batparaszt! Csak a Soti? Hát ez ennyi, igen. Ezt szintezni kell a fegyót. Nem baj. Nyomjuk. Ugyanúgy lehet rá skineket rakni, irányzéket állítani, charmot rápattintani, stickereket rárakni, úgyhogy ebben ugyanolyan. Óraállítás, armoriba vannak ilyen fegyverek, amivel nem tudom, mit lehet csinálni. Mit tudunk ezekkel a blueprintekkel csinálni vajon? Ezek tűnhetnek fel a játékba vajon? Aha, haladtunk azért a challenge-ekkel. Melyikbe haladtunk igazán? Eltüntettem a kamerát. Szia, Sebát! 5 Blitz objektívát kell megcsinálni, itt 4 Harvestet, 5, ott meg még 4 Transmitet, és 12 vagy a fölött kell exfilálni. Oké. Okay. Ott van healinges, tauntos 2 új Tesla Storm, ami villamokat szor a zombikra, összekötve a csapattársakat is, meg van egy toxikus cucc, ami mérgez, meg tovább terjedhet. Szóval ott is csak 80, aha. Azt hiszem 5 volt alapból. Hoppá. A Stalingrad map areákat lehet állokkolni. Így haladunk tovább a pályán. 250 kritikál kill, hát valószínűleg ez lesz meg a leggyorsabban. HP-k áldozása a Covenant-nak. Kell 50 sikeres kimenekítés. Jó. Jó. Na, megyünk egy szólót, aztán majd a végére hagyunk egy másokkal való játékot. Mit szóltak? Üdv mindenkinek, skacok! Köszi a követéseket is egyébként. Perkekből is olyan, hogy ha a csúszkálsz, akkor felrobbantja az enemit. Oh. Jaj, millizni kell. Nem tudom, hogy itt ki lehet-e olyat rakni, hogy a millim az kés lesz. Szerintetek ki lehet ilyet rakni, mint a Black Ops-ban? Ha majd visszamegyünk, akkor szóljatok már rám, hogy ezt nézzük meg. Az elején segítség, úgymond. Aha, ezeket oldjuk fel, hogyha objektívákat csinálunk. Ezek itt eltűnnek. Szinte biztos vagy, hogy lehet majd késelni ütögetés helyett? Na, az király lenne. Megkopáncsolni ugye még nyilván nem tudunk. Harvest, Blitz, Transmit. Nem tudom. Csináljunk Harvestet.
Nem zavar, hogy nem késel? Nem tudom. Mármint, hogy zavar, mert azzal nyilván többet lehet sebezni. Meg egész sok körig hatékony. Egész sok körig hatékony a késelés. Olyan is jött, amivel átlátsz a falon, látod a zombikat is, azt a... Leeching energy from your demons. There is a Sin Eater obelisk nearby. It can help us take that. You souls. My enemies must be stopped. Már megsebeztek. Tetszik amúgy a pálya. Motherload. Én most egyelőre nem akarom megcsinálni, srácok, hanem húzni akarom a fegyvert. Mert most még nem szinteződnek, bár nem is tudom, hogy ilyenkor kapok pontot, azt nézem. Nyilván lehetne többet is. Anya töltés? Ez nem hangzik jól, mókás. Ha, jön a pont, csak ez kevés, úgyhogy valószínűleg nem ebbe a körbe kéne farmolni. Úgyhogy ez jó. Ez jó, srácok. Csak nem most. Tehát, hogy ott kellett felmenni. Ez a mód, ez tetszik. A transmitnél nem lehet ilyen farmolást megcsinálni, és a blitznél sem, mert az egyiknél eszkortolni kell, a másik meg időre megy, itt a harvestnél viszont lehet farmolni. Úgyhogy ez tetszik, itt aztán el lehet törni a játékot. Tudunk egyből ölni? Még nem emlékszem. Nem, már nem tudom. Hú, és rohadt gyenge a fegyverem. Emelünk headshottal. Viszont a kritikál... törekedni kell attól még a headshotra. Mert az még mindig 30 pont. Sőt, a headshot még jobban megéri, mert az 30 pont, a melee meg 25.
kisse is megmondja. Csak a fejre kell célozni. Én azt hittem, hogy a millizés az többet ad, de az valószínűleg azért van, mert a kés ad többet, nem? Hát ők most itt ennyien voltak. MP40. Nem akarom használni. Aha, itt még nem tud. Szerintem a kés is ugyanúgy. A kés 25-et ad ugyanúgy. Nem tudom. Nekem az rémlet, hogy a késelni sokkal jobban megéri, mint lőni vagy headshotolni. Vagy az lehet, hogy csak simán a mob mentés volt. Vagy tetszik a játék? Tetszik a sztoria is, meg nagyon szeretek zombizni is, és ez meg, hát ha nem is rengeteg újdonságot mutatott, azért mutat új dolgokat. És azt hiszem, kezdek rájönni, hogy a portálok ott vannak, amelyik részét ki akarom nyitni Stalingrádnak. Minden évben van új kod, mókás. A Treyarch csinálta a zombit, a Sledgehammerrel együtt, hogyha jól igaz. Igen, most ezt a részt kinyitottuk. Tudunk-e másfele menni? Lehet, hogy csak ennyi volt. Csak azért, mert keveslem a ládát. Nagyon-nagyon keveslem a ládát, de lehet, hogy amúgy tényleg csak ennyi volt. Battlefield két évente, hát a Battlefieldesek azok nem tudom, hogy csinálják pontosan. Ó, és nagyon fontos, hogy a fontos az irány is, mert csak akkor állokkolódik például az altár. Aha, aha, tehát fontos, fontos a sorrend is, kacok. Fontos a sorrend is, hogy merre akarunk menni. Hát amúgy ezt csináljuk meg. Vajon mindig olyan missionok vannak? Codifex steals our power. Take it back. Runestones, here we come. Perkek, bónuszok ugyanolyanok? Bevált formula. Szerintem jó ez. Nyilván majd hoznak újabbakat. Aha, ez volt a bétás pálya. Jaj. Nagyon kevés lesz ide a fegyverünk, srácok. Használni kéne a Ring of Fire-t. Hármas lett a fegyver, ahogy látom. I'm not fooling around. Az alapfegyverrel szörnyen nehéz játszani. Oké, megvan az öt róna. Azt sem mehetnék tovább. Ez sem a multi miatt lesz a kosárba? A Modern Warfare az nekem iszonyatosan bejött. Az új Modern Warfare. Az előzőek is természetesen. Az új. Az nagyon adta. És a jövőre megjelenő Modern Warfare is nagyon durván érdekel. Az MV2. Mármint a leak-ek alapján természetesen. Tehát ez semmi se fix. Szóval olyan mókás, adja ez a kod. Majd a multi részére kíváncsi leszek, hogy milyen. Még azért. Flat. Grey matter.
Na, négyes lett a fegyver. Ez egy jó hely, itt jó bekempálni. ...7500-öt össze kéne szedni, hogy tudjunk pekopáncsolni. Sajnálom szegény Black Ops-ot egyébként, hogy... Sokan úgy gondolják, mármint hogy sokan amiatt, tehát úgy gondolnak a Black Ops-ra, hogy a szükséges rossz. Jó, ott beszorolt? Ja nem, az egy hulla. Oké, lassan lesz annyi pénzem, hogy tudjunk bekepáncsolni, úgyhogy megyek tovább. Oké, az pont jó hely. Véget letünk neki. Rekes, hogy a harmadik hullámnál mehet a pekapáncs. Ez pályafüggő, Ádám. Pályafüggő. Szerintem a tavalyi kódba is lehetett már a harmadik kör után pekapáncsolni. Az újabb pályákon. Az Outbreak pálya annyira jó mapkó. Jött ahhoz hasonló egyébként? Az Outbreak mód annyira király volt. Nekem a Die Machine volt talán az elsőnek a neve? Az annyira nem jött be, de... Az Outbreak az hú. Bonus points. You are making a killing. Feel my wrath. 7-8 pálya? Ez elég komoly. Ouch! Right through the eye. Az Outbreak az Cold War-olni? Aha. Igen. Amúgy az Outbreak-ben a 10 perces mód a legjobb. Na, mesélj ma. Olyan azt nem vágom. Az első ingyen van. Ahogy látom. Tehát az első upgrade-ünk teljesen ingyen van. Van 2 szívem. Critical kill, balletet. Amúgy ennek van valami megfelelője? Van valami Black Ops-os megfelelője? 10 perc után kötelező az X-Will. Mi lehet ezeknek a megfelelője? Most így hirtelen nem ugrik be. Tehát itt például ez olyat ad, hogy lassítást ad, hogyha meglövök egy normál elemit. Átváltozhat. Volt ilyen mod.
volt ilyen mód, amitől ilyen zöld lett a fegyver például. Rémlik valami ilyesmi a Black Ops-ból, hogy valakit meglőttünk, akkor átalakulhatott. Ammo mód, aha. Akkor ez olyan ammo mód-szerűség. Aha, aha. Okés. Egyet veszünk, a többi nem tetszik. Tehát itt szíveket kell visszahozni, és úgy modolhatunk. És akarok bekapáncsolni. Ó, hogy a Halloween évente jött be ez a 10 perces outbreak? Na-na. Oké. Oké, érződik a Pack a Punch a fegyón. A fegyvermodokat is lehetett fejleszteni? Ez már nekem nem volt meg. Legalábbis most így nincs meg. Nagyon jó, hogy ennyi zombi jön. De jelez kristályokat, de én nem tudom, hogy hol vannak. Hát én nem akarok HP-t növelni. Bár lehet, hogy kéne amúgy. Szevasz, Misi! Jó, hát itt összeszedtük a lootot. Blitz Harvest. Nyomjuk tovább a Harvestet, mit szóltak. Hogy vegyünk armort előtte? Ott van a Self Revive. Nice! Were you a craftsman before the war? Mindent is lehet fejleszteni? Na kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog menni. Artifex tells me you are trying to use that obelisk. I guess that's as good a reason as any to die. Ez jó helynek tűnik. Ignore that idiot. Just kill and fill. Mm-hmm. A face only a blood of love. Na van robbantós basszus. Nem tudom, hogy jövünk vissza ide. De kellett a kabum. Állokoltuk a garandot. Túl sokan jönnek innen. Mindjárt megyünk tovább.
Na, azt hiszem ideje lépni. Na, az mondjuk nincs jó helyen. A movement speed? Oké, ez jó hely. Hát vagy mégsem. Jój, basszus. Oké, mindenki innen jön. Úgyhogy akár meg jó is lehet. Senki se jön segvel, úgyhogy itt nyomhatjuk a farmolást. Ez mondjuk nem jó, hogy bele robbant az arcomba. Szeretem, amikor így lehet farmolni a zombikat. Két helyről jönnek. És megy a dara. Szerintem mindenki el szereti a zombiba. Nyilván úgy több értelme lenne, hogyha kicsit erősebb lennék, és akkor... akkor több pontot szerezhetnék. Tizenötezret össze kéne szednünk amúgy. Meg legyen a Peko Punch 2. Nem tudom, össze lehet rakni. Meg még valami upgrade-et is venni. Ezek még az első körök a paraszt, úgyhogy valószínűleg azért nem olyan agresszívak. Az első körökben nem olyan brutálak a zombik. Legalábbis ez most így nagyon könnyen megy. Talán az ötödik után, vagy hatodik után. Az első exil után lesz szerintem nagyon nehéz a zombi. Teljesen, hogy miként jönnek a körök? Ez egy olyan pálya, ahol három fajta feladat közül lehet választani. Egy olyan, amit most csinálok, hogy ilyen vévek vannak, rúnákat kell tölteni a színíternek. Van olyan, aminél egy perc alatt minél több zombit meg kell ölni, és van a harmadik, aminél kísérni kell egy koponyát. Eszkortos küldi. És ha megcsinálunk egy küldit, akkor nő egyet a nehézség. Valami hasonló volt amúgy az Outbreak-es is, nem? De majd Mappó vagy aki ért hozzá, az majd kijavít, hogy az pontosan milyen is volt. Szóval nem olyan volt, hogy a kellő mennyiségű zombit megölj. Hanem itt van egy lobby, és te dönted el, hogy mikor akar zombikkal harcolni. Nekem azt tetszett az Outback-ben is. A Die Machine-ban pedig folyamatos pörgés volt, egyszerűen nem volt megállás.
11 000. Csináljuk meg egy ideje, lassan. Lassan véget vetek neki, srácok. Na, beteszik a rúnákat, aztán csókolom. Kampányban meddig jutottam? Wade Jacksonnak a repülős küldéje jött volna. Keep your ghostly partner strong. We are certainly in this together. Von Liszt wants to keep you from sources of power. Került be olyan, hogy 20 karig megállás nélkül jönnek? Hát éppen, hogy nincs annyi pénzünk, hogy lekopáncsoljunk. You are fools to do fast bidding. But once you are dead, you will enter my... De... Gyűjtünk annyi pénzt, hogy legyen. Egy snipper. Lots of variables to consider when sniping. Kíváncsiak, hogy ez hogy fog menni. You test my patience, mortals. Fortifex. Fortifex megunta. Splat. Gray matter. Hát, hogy ez is egy olyan mód, ami miatt szerettem az Outbreak-et, vagy Outback-et, hogy te döntheted el, hogy mikor akarsz harcolni. Nem úgy, mint a Die Machine-ben. És ugye az Outback vagy Outbreak is olyasmi volt, hogy feladatokat kellett csinálnod ahhoz, hogy tovább tudja menni. Hogy nőjön a világnak a szintje, nehézség. Igen, ott az volt, hogy nem volt kötelező megölni mindenkit. Itt mondjuk küldetések vannak, tehát itt is, itt se kötelező ölnöd mindenkit. Elég, hogyha küldit csinálod. Meg van egy lobby, van egy hub, ahol mondhatni biztonságban vagy. Voltod megvenni a kódokat? Hát, amióta Activision Blizzard van, azóta Battle.net-on. Szia, Phantom Zsolt! Ha-hó, ha-hó! Massive damage increase, enhance weapon attribute, gigantic damage increase. Halálos pontosság mehet. Whoever made this altar should have their head examined. Ja, nekem is nagyon bejön. Nekem is bejön a játék. Király a zombi mód. Fasztarat! Itt ennyi minden van vajon? Vagy van más is? Aha, ott valami harapás van, de hogy az mit jelent? Ott fönt? Szerintem oda föntre nem lehet menni. Au, kitörte a lábát a karakter.
Azt nézem, hogy most már csak kettő küldetésünk van. Csináljuk meg akkor a blitz. Vagy most amúgy talán a transmit jobb lenne, mert az nehéz, nehezebb. Megint nem használtam amúgy a Ring of Fire-t. Ring of Fire inkább ilyen csapatoknak való, nem? Finds a floating orb and follow it closely. Tessék menni. We see aid from old friends in the dark ether. What's on your mind? My bullet for one. Benne kell maradni ebbe a sárga búrába. Ennyi volt. Szerintem szólóban is nagyon-nagyon sokáig azt használtam, de aztán átszoktam a Frostblast-ra, ha. És a zombik arra a lebegő koponyai izére is mennek, vagy csak rám? Csak rám. Ja, ahogy én észrevettem, csak rám jönnek. Nagyon közel kell lennem a koponyának, hogy ő is menjen, és a búrán kívülre meg nem mehetek, mert akkor vége lesz a küldinek. Ami nem tudom, hogy mit csinál, akkor meghalunk. You are unstoppable. But should you choose to rest, summon a rift portal. More on that later. Kövi 30 000, az nagyon távol van. Haza is lehetne menni, de nem exfilelünk. Amúgy kéne valami boostot is venni, semmi boosttal nyomulok. Jönnek mögém. Tetszenek ezek a robbanó szörnyek. Most el kéne menni 10-ig, mit szóltak? Menjünk el 10-ig, igaz? Ott, ahol vetted az armort, nézd meg, tudod-e fejleszteni a fegyvert. Oksa. Megnézem most, mit ajánlanak. Ó, tehát itt ez a lilaság azt jelenti, hogy van epic upgrade. Még többet sebzünk a szlovoltakra, aztán oltakra. Nem tudom, hogy lehet cserélni. Aha, ráklikkelek, és akkor ki lehet választani, hogy melyik cserélődjön le. Aha. Itt meg ez az, hogy a Mother Lode, az azt tudja, hogy megtartjuk a gránátot használat után is. Legalábbis, hogy van rá esély. Most azt vettem meg egyébként, hogy többet sebzünk arra, aki már lassítva van, vagy stunolva van. Na nézzük, armor fejlesztés, fegyver fejlesztés. Na nézzük, hát nincs itt ilyen nincs, vagy legalábbis nem ennél kell. Vagy egy armor fejlesztés mehet. Well done. Szerencsejátékozzunk? Az a helyzet, hogy belefér.
full of death. That box has weapons, but it is like a game of chance. Gagyi. Nothing subtle about a shotgun. Hát, ha nyitunk valami nagyon durva cuccat. Speed and smarts are my real weapons. A szerencsejáték rossz. Jézusom. As long as I'm armed, I'm a threat. Ne! Onosz. We use these a lot in the Dutch resistance. Az egyet csak kékeket mutat. Kérdezzük, hogy itt például felrobban egy idő után. Hatalmas nyitás. I'll have a sore shoulder today. Oh, hello. I learned to use these at paratrooper school. Kettes pekopáncsos. Hát jó, nem szórakozunk tovább. Mitogatás. De érdekel, hogy felrobban-e. Szevasz, Erenden! Ismét. Köszi szépen a támogatását, immáron a 32. hónapja. Regenek, srácok, azt fogják Erendennek. Köszi szépen. It's a weapons decathlon, so I practice with everything. Ez nem fog kifogyni? Ami újság, Erenden? Próbáltad a játékot? Rat-a-tat-tat and all that. Ennyi, elfogyott. You are fools to do craft's bidding. But once you are dead, you will answer my commands. Headshot! I'm not fooling around. Ez a fegyver jobban tetszik. Gyorsan reload-al. Köszi szépen, srácok, a pergetéseket. Szia, Adria a második. Chicagói zongora a Thompson. Revenants, I'm doing you all a favor. Az STG-re bugos, kettő skin csoport. Na! Én most azt nyomom pedig. Az STG-t. Már ott itt lesz a reload speed, úgyhogy ezt a harvestet meg kell, hogy csináljuk. A harvestre kell rámennem majd. Mert ott lesz a reload speed-es perk. Splat! Ray matter! Üdv mindenkinek, srácok! Ez is ingyen volt? Mi a fene? Na menjen a Harvest, ez is... Az első mindegyikből ingyen van, ezek szerint. Mi a helyzet, Adria második? Hogy haladtok a filmezős projekttel? Hát ez a hely nem tűnik biztonságosnak.
Ah, látom, az a harapás, ott a harapás. Ez jó hely. Ő belement egy kicsit a falba. Vagy az első ingyenes, vagy még ingyenes. Ó, nem tudom, nem tudom. De érdekes volt. Mennyi pontot kapunk ezekért? Érdemes ezeket farmolni? Hát, vagy nem. Ez a full power mit is csinál? Kreatívőzzük el, mindjárt olvassam, hogy mit értel. Ja, maradunk itt. Itt összeszedjük a rúnákat. E-mail címet nem találsz a Ubisoft szupanál? Nincs e-mail cím. Hát ilyen hiba bejelentő oldal van csak. Nagy cégeknél nincs e-mail. Jézus? Bár nem olvastam végig, hogy mit értel. Azt a rohadt! Mi a szar? Erről nem volt szó. Jó, Egy jó ég! Ja, hogy errorba fut a cseted. Ja. Nem vágom. Keep your ghostly partner strong. Nem vágom, nekem a, nem, nem volt gondom, se a csettel, se a... A nem csettel. Mi a fene? Erről nem volt szó. Kurme killer! Ahogy hallom, ebből a fajtából még van itt. Hey, jó ég! Mondjuk várható volt. Hey, jó ég! Állokoltuk Halimát. Meg a Firelock-ot. És van itt egy epic. A mini attack még többet sebez és még heal-el is. Hmm.
Kéne a kövi pekopáncs. Professor, it is time to bid your toy soldiers auf Wiedersehen. Hoppá, ez szerintem rám robbant. You wanted attention? You got it. Na ez mit tud? Crit damage növelés. Let us go to terrible things. Crit damage növelés. Nem, pekopáncs. Pekopáncs, crit damage. Pekopáncs. Oké. Kéne level 3-as armor is majd. Insta-kill. That is your opening. Cut them down. Off with your head. Okay, jött egy kis armor. Az a gond, srácok, hogy nem, lehet nem a zombival kellett volna kezdeni, ez a zombi, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, srácok. Nagyon élvezem, az a gond. Hogy fogunk így a Dark Souls-ozni? Zombi addikt vagyok, bocsánat. De ez kellett volna egész nap, nem a kampány. De ez túl jó, ez túl jó. Hogy nézzük meg a multit így? Jó, hát a multit még meg tudjuk nézni, de szegény DS-re már nem fog idő jutni. Mi ez a szar? Szerintetek öt ilyen boost van? Mennyi boost lát? Vagy mennyi boost van a Black Ops-ban? Továbbra is van X-filünk, de én szeretném ezt a blitzet megcsinálni. Izé! Egyébként szerintem, ha Imgurós képet küldesz nekik, az is megfelelő. Keretívőzik-e. Ott van, 3 percig kell kibírni, ezt tudja a Blitz, srácok. 3 perc múlva kimenek itt, és addig pedig ki kell bírni. Ez egy jó pozi volt, úgyhogy ezt fogom itt megfogni. Mindig jó. Én azt hallom, hogy jön egy nagy darab. Remélem, hogy nem jól. What's on your mind? My bullet for one. Hey. Sorry, no autograph. Headshot definitely works.
Az nem jó. Tíz ilyen perc van, aha. Veszim akkor. Subsonic. Ahol be vannak bugolva. Az nem jó. Három másodperc. Nagyon jó. 6000 pont. Itt pedig 5 darab van. Aha, akkor azért kaptam macsit. Köszi. Köszi szépen. Na hát remélem megoldódik őzik a problémát. A Diabolic damage számít újnak, ami plusz crit damage-et ad. Ja, ez az ilyen ez a fogas. Ez a fogas. Ez nekem abszolút nem volt ismerős. He can be beaten. Well done. We have a message to send. Thanks to Bellicon. Hetes nehézség. I can take her. Ez milyen dolog már rám spónolja a robbanósat? Köszi, köszi, őzikem. Ez mi? A critical kill 2 bulletet ad a tárba. Nem. Robbanással hal meg, robbanás fel fog robbanni. Hát nem. No. Lehet, hogy arany, de nem. Ez nem az, srácok. Ez nem az, ami nekünk kell. Viszont tudjátok, hogy mi kell nekünk? Hármas armor. Az kell nekünk. 3000. Jó, hát akkor ez még odébb lesz. Úgyhogy, no, senyor. Ó, Shigenori. 100 zombit kell rapid killálni. Azt ott látjátok? Látjátok, hogy ott mi van? Őt nem gyűlgözte le, ahogy látom. A Stormkillert nem gyűgözte le, hogy én itt rádobtam egy majmot. Ez a házas rész nem tetszik. De ide kell mennünk. Aha, csak egy szinttel följebb. Ajaj. Húha! Okay. Wow! Shotguns kick hard. Newton's third law, bitches. Én nem shotiztam még soha, srácok, zombiba. De
Oké, ez cool. Ez cool. Elamoló. Finders keepers, as they say. You are fools to craft pity. But once you are dead, you will answer my commands. Jesus. Face only a bullet with love. That's not your own. Szerintem ez túlságosan és OP ez a soti. Ez túlságosan is OP. Professor, it is time to bid your toy soldiers auf Wiedersehen. Még célozni se kell nagyon. Na jól van, menjünk tovább, mi az, ami még itt van nekünk, egy transmitünk. Kraft speaking, we need more allies. I have a plan for that. Cortifex sees no value in allies. On the other hand, have many. Belekar the Warlock, ever the Thor. Ezt a küldetés Sotival kell, hogy megcsináljam, srácok. Ezt ott is küldi. Nem lesz elég golyom, szerintem. Ezt ellopom. Jézusom. Hát ezt a shotit kéne fejleszteni? Itt végesen nem mi van ezek szerint? Nem véget vetett ez a nagy darab. Még jó, hogy itt a végén kezdtem el csak szórakozni. Ez a nagy darab darálós, ez kente neki. Na, most lesz meg, srácok. Hármas, beköpáncs. A hármas feköpáncs. Háromszáz a sima sebzés, 400. Jó, de a Stormkrüger már így is rohadt erős, vagy hogy hívják. Azt hiszem, itt a 8. körnél lesznek bajok. 2000-et sebzünk. You blew it.
Lehetne hármas armorunk. Off with your head. You came a long way just to die. Kéne egy kis speed. Lehetne venni upgrade-et. Hát valami upgrade biztos kellene, de még nem tudom mi. Hát armor. May it help you prevail. Több eséllyel szlovolunk. This will definitely help me fight. Ebb is gondolom én. Takarítjuk ezt az épületet is. Még van egy harvestünk, az nagyon jó, azt nagyon szeretem. Splat! Grey matter! Kilences szintűek lettünk közben. Critical damage, az jöhet. Jól láttam, hogy 4000-et sebeztünk? Azt a rat. Ja, itt lehetne ammót venni, hát én nem akarok. A full power mit tud, skacok? Már nem emlékszem. Good for whatever assails you. Assault rifle. Seems appropriate. Mortal fools, you came a long way just to die. Shotty? Shotty még mindig jó. Már mondjuk egyre kevésbé. Hát jó, illetve srácok, kifújjam az orrom. Jó, na. Nem exfilelünk, ez biztos. Hanem mit akarunk csinálni? Hát fejleszteni se tudunk már, nyomjuk a harvestet. That grand containment spell all around us. It weakens your demon. Fight hard, human. The very need. Ez nem jó. Nem jó ez a pálya. What's on your mind? My bullet for one. My enemies must be stopped. Ha, fel kell mennünk. Szevasz, Viktor! Üdv mindenkinek, srácok! Hogy benéztem? Ja, nem, pont a sarokra kell mennünk. Thank you.
part of it. This theft cannot be allowed. Too slow, Bone Fryer. Too slow. Hallom a nagy darabot is, az a gond. Szabommal szerintem nem kapunk rúnát. Oké, meg vagyunk. Hú, basszus. Thank you, plaything. You did well. A battle and a meal. You know how to show a girl a good time. Excellent. We need a symbiotic spirit at full strength. Hát! Strike down all. Nyomjuk a kimenekülést. Csak enemiket kell lőni. Jó, még 11-et kell ölni. Nagyon jó sebzésünk van. Until we fight again. Tízes szint, srácok. I worked hard for this. I deserve. 1003 elimináció. Jaj, majdnem 1000 lehetett volna, srácok. És a fele kritikák, jó. Ó. Ó. Hát ez 2 szint. Köszi, köszi. Battle Pass-ba 2 szint? A hang egy kicsit furán működik. Tizenegy és felesek lettünk, srácok. Fejlődött a shotim. Ez a shotty, ez nagyon jó. Level 4-es shotty. Na nézzük az STG 44-est. Ez remélem egy 8-asig felment. Jönnek az attachmentek, srácok. Köszi Viki, köszi szépen. Milyen hosszú a tocsi. Óta néz! Azt a rohadt! Hát ez jobb lett, mint gondoltam. Majdnem 14-es lett a fegyó. Na, hát srácok, nem nézzük meg, hogy milyen multiba, ha nem bánjátok, mert így most így, nem is tudom, nagyjából 2 óra, majdnem 2,5 elment azzal, hogy megnézzük ezt a zombit. De állokkoltunk operátorokat. Haliba Zambardi grew up with the finest things in life.
But when that life was taken away, she discovered something richer than wine and gold. Milyen kis videóik vannak. Azt hiszem amúgy a többi operátornak is van, de mindig akkor jött, amikor rohadtul nem érdekelt. A servant to the shackles of tyranny. One night, he chose to fight back. Harcolt a zsarnokok ellen. Since then, his struggle has never stopped. Hogy megpörgette azt a kardot ott, ahogy elrakta. Menők amúgy ezek az operátorra bemutató kis videók. Pillancsrácok. Jó. Aha. Hát nyilván ezekre is, ezekre is vannak skinek, azt a max szintet el kell érni az összes operátorral, aki a Shadow-ba van, és akkor kapjuk meg ezt a Sakura rucit rá. Wow, tök jól néz ki. Te vagy egy érdekes epizód, Phantom Zsolt. Ez a Dishonored is menő. Ezt miért kapjuk meg? Max szint 3-mal. Ja, értem. Tehát a Sakura azért jár, hogyha mindegyik operátort max szintre húzzuk az összeset. A Dishonored akkor jár, hogyha a Shadow-ba húzzuk fel az összeset max szintre. Ez pedig akkor, hogyha a karaktert. Jézusom. Hát van itt tennivaló. Viszont most már tudok operátorral is játszani, tudom az operátorokat is szintezni. Ott van, 11-es szintűek lettünk, és fejlődik a klán. Na majd kiírom Discordra, srácok, hogy a kódos szobába, hogy érdekel titeket ilyen teres klán, és akkor nyomadhatjuk, hogyha szeretnétek. Mit szóltok? A zombi mód az tetszik. Igazából mivel ez nyilván a Vanguardhoz jár, ami úgymond a kötelező kód minden évben. Akár egy új mód, új pályaként is megállta volna szerintem a helyét. A Black Ops-ba viszont így, hogy van köze valamennyire a világhoz, így megértem, hogy miért itt van. Meg persze, vegyétek meg az új kodot, hogy folytassátok a zombit, ha már a Black Ops-os bejött. Nyilván ez is benne van. Nekem ez a világ sokkal jobban tetszik, mint ami a Black Ops-os volt.
Nekem bejönnek ezek a démoni dolgok, szentségtelen dolgok, ez így ez nagyon király szerintem a játékban. Legalábbis amit eddig tapasztaltam belőle. Nyilván ez is, ezzel is addig foglalkoznak majd, ameddig ki nem adják az új kodot, úgyhogy legyetek erre azért figyelemmel. Nekem adta. A zombi hangulat megvolt, amit a Black Ops is nyújtott. Nem éreztem, hogy ez most bármivel is több lenne, max tényleg ezzel a démoni hangulatával. Úgyhogy királyságos.